Erin, azt mondtad egy interjúban, hogyha gyorsan akarnak tőled kiszedni információkat, te onnan zárkózottabb leszel. Ez igaz? Igen. Tehát akkor itt szedjük össze magunkat. Lassan, lassan próbáljunk meg információt. De most túl sok időnk nincs, ugye? De mármint, hogy a lassú beszélgetésre. Van bennem egy ilyen védelmi mechanizmus, igen, az mindig furcsa, hogyha valaki, most nem egy interjú szituációról beszélünk természetesen, hanem az életben, mikor új ismerettségek köttetnek, akkor az furcsa, bizalmaskodásnak tűnik nekem. Olyan dolgokról úgysem beszélnék, amit nem szeretnék kiadni, mondjuk félidegeneknek. Gábor, te nyílt szívű vagy szerinted? Tehát könnyen megnyílsz, extrovertált vagy, könnyen teremtesz kapcsolatot? Hát én azt gondolom, hogy nem, mások azt gondolják, hogy igen. Ez hogy lehet? Hát ez egy ilyen buta tini kettősség. Már hogy tinédzser korban ismeri föl először az ember azt, hogy ahhoz, hogy másnak lássák egy kicsit, másnak is kell, másképp is kell viselkedni. Te szeretted volna, hogy másnak lássanak? Nem, hanem nem szerettem volna, hogy azt lássák, hogy mennyire emberkerülő vagyok, mennyire nem szeretem a társaságot, mennyire szívesebben vagyok otthon, és csinálok bármi mást, mint hogy más emberekkel beszélgessek. Nyilván ez most egy kivételes szituáció, de hogy ezt valahogy leleplezd, ezért úgy kell viselkedni, mintha nem ilyen lennél, és akkor ez így elég jól megy, hogyha bent vagyok egy helyzetben, de amúgy egyébként ezeket nagyon nem szeretem. Miért? Én sokkal jobban szeretem a magányt, az egyedüllétet, az elkülönülést, az akkor a dolgokkal való foglalkozást, amikről lehet, hogy nem olyan izgalmasak, de és kevésbé szeretek társaságban lenni, emberek közé járni, stb. Tehát mondjuk egy ilyen Covid időszak az kifejezetten... Igen. De mi jó az elvonulásba, vagy egyedül létbe? Nem tudom, tehát nyilván pont ezt akartam elkerülni, hogy erről a témáról beszélgetünk. Hogyha volt valami stratégiám a mai beszélgetésben, az, hogy erről ne beszélgessünk, mert érzem, hogy ez nem jó dolog, tehát erről beszélni is rossz, mert aki hallgatja, én magam hallgatnám, én se szívesen hallgatnám, de mégiscsak ez egy olyan felismerés, amivel együtt kell élni, hogy mi a jó benne, hát... Nehéz megmondani, de az ember valahogy érzi, hogy mi az, amit szívesebben csinál. És ha nekem felteszik azt a kérdést, hogy egy estémet szívesebben töltöm 10 másik emberrel beszélgetve, vagy inkább elolvasok egy könyvet, vagy nézek egy sorozatot, vagy szóval, hogy magam vagyok, akkor mindig a másodikat választom. Mert magadat szórakoztatod, nem? És az sokkal jobb, mint ha másra. Hát igen, sajnos ettől ez a másik, amitől féltem, hogy ez lesz a konklúzió, de az én konklúzióm is ez. Igen, tehát magammal érzem magamat a legjobban. De ez jó. Szerintem is jó. Uh-huh. Tehát nincs ezzel baj. Ez nagyon jó. Jó, köszönöm, hogy megnyugtattuk. ez szerintem nagyon fontos, mármint hogyha ide fűzhetem, hogy nekem például én ezen dolgozom már nagyon régóta, és egész jól haladok, hogy magammal jól érezzem magam. És nem a saját magam társ, de nagyon jól megy. Nagyon jól megy. Jól megy. Már nem sok mindent kellett. Én nagyon élvezem. Én ketté tudom, én szeretem a társaságot is, de végtelenül jól tudom érezni magam, ha nincs körülöttem senki napokig. Engem olyan emberek vesznek körül, vagy olyan embereket húzok közel magamhoz, akik ebben tudnak segíteni, akikkel lehet erről kommunikálni, akik tudnak... egy objektív tükröt tartani elém, és ami nekem számít, vagy ami fontos, aminek hiszek is, igen. És ki a kontroll ilyen értelemben? Egy szűk baráti társaság? Szerintem a legfőbb kontroll nekem a nővérem. Ha ő azt mondja egy alakítással, vagy egy műsorvezetéssel, hogy ez nem volt jó, de te meg vagy róla győződve, hogy ez jól sikerült, akkor neki adsz igazat? Igen. Igen? Igen, mindig kikérem a véleményét. Mire mondta azt, ami számodra a legelismerésre méltóbb? Tehát amire azt mondta, hogy na Evelyn, ez tényleg nagyon szép volt. Hát amikor azt mondta a napszálltáról, hogy én nem látlak téged benne a karakter. Vagy nem. Tehát eltűntél, mint dobos Evelyn, hanem csak a karakter látta. De ez nála nagy dicséret. Igen, meg amikor hasonló véleményt vagy kritikát fogalmaztak meg, ismerősök, akkor is ez jól esett. Gábor, neked ki a kontroll? Hát, jó kérdés. Régen talán azt mondtam volna, hogy a család, amíg esetleg követték azt, amit csinálok. De már nem követik? Nem.
De miért? Vagy ritkán. Úgyhogy leginkább ilyen dolgokat a feleségemmel szoktam megbeszélni, aki rettentően kritikus, nyilván, mint általában szokták mondani, de tényleg, és nem is mindig értünk egyet, de valójában mindig elgondolkoztat, amit mond, és nagyon ott marad a fejemben. De az az igazság, hogy nyilván ez egy fura pálya, mondjuk a nyilvánosságban politikáról beszélni, ez egy ideig érdekes, aztán egy idő után már ugyanolyan munka, mint bármi más, tehát egyáltalán nem is várom el azt a környezetemtől, hogy ezeket kövessék. Jó lesne, de nyilván nem várom el. Szóval teszed néha, hogy azért figyelhet mi jobban? Persze, nyilván próbálom eljátszani a szenvedőt ebben az esetben, de hát teljesen jogos az, hogy mindenki a saját munkájára ugyanakkora figyelmet szeretne a másiktól, és nyilván nem mindenkinek a nyilvánosság előtt zajlik, akár csak részleteiben sem az élete. Úgyhogy valójában, hogy ki a kontroll, hát leginkább saját magam nyilván. Tehát azt hiszem, hogy az előző válaszaimból ez következik, és tehát furcsa lenne, azt mondanám, hogy olyan sok emberben merítkezem meg, és nézem meg azt, hogy az, amit csinálok, az jó vagy sem. Sokszor gondolod azt, hogy rossz volt? Hát többször, mint kellene, igen. És akkor mi történik? Hát semmi, nyilván semmi nem. De nem vagy egy ilyen önokstorozó típus? Jaj, nem. Könnyen elengedett, ha valami nem úgy sikerült? Nagyon. Amikor én kamasz voltam, akkor nekem az ágyam fölé az volt odaérve, hogy nem kell annyira akarni. Uh-huh. Az elmúlt 49 évemet ennek jegyében éltem le, azt gondolom. Ez kamaszként tudja az ember? Nem tudom, valahogy sikerült, igen. És nem is akartál semmit igazán? Görcsösen? De, vagy nem úgy akartam. Tehát most is ezt érzem, meg tulajdonképpen ez persze nem biztos, hogy nagyon jó, hogy az ember az elmúlt 20-30 évben nem sokat változott, de ezen a téren nem sokat változtam. Most is azt gondolom, hogy úgy a dolgok jönnek. Aztán miközben ez nem mindenki számára ennyire evidens, mert a környezetemben is azt gondolják, hogy én mindent átgondolok, és mindent megtervezek, valójában egyáltalán nem. Evelin, te volt olyan, amit nagyon akartál? Tehát nagyon fejedbe vetted, és azt mondtad, hogy akkor is elérem, ha a fene-fené teszik is. Voltak, de nagyon egyetértek ezzel a nem kell túlságosan akarni gondolattal. Annál jobban távol lökjük magunktól azt, amit amúgy szeretnénk elérni. Még akkor is, hogyha az én példáim között is van olyan, amit elértem, de van, amit nem. Mit nem, amire nagyon vágytam? Igen. Hát például akkor voltak olyan szerepek, amiket így nagyon-nagyon szerettem volna, vagy nagyon-nagyon akartam volna, még jó pár évvel ezelőtt. Mondjuk a Viszkis? Hát mondjuk a Viszkis, igen, de hát ez egy... igen. Például az igen. Utána az volt az utolsó. Onnantól kezdve nem akartam már ennyire akarni. De arra rágörcsöltél? Nem. Egyáltalán nem. Csak nagyon akartam, vagy nagyon-nagyon jó lett volna. De... utána megsirattam, és... Megsirattad? Hát persze, de azóta már nem sírok, ha valami nem jön össze, mert pontosan tudom, hogy egyébként mindenkit megtalál az a feladat, amire szüksége van. Szerencse kell hozzá, szerintem nagy adag szerencse kell az élethez, és onnantól kezdve viszont, amikor kinyílik egy ajtó, akkor nagyon tudni kell dolgozni alázattal, kb. Ezt szűrtem le. És azt te nagyjából egészében tudod, hogy Antal Nimród miért Móga Piroskát választotta, és miért nem téged? Ugye kettőbe voltál, tehát kettőtök között döntöttél. Nem, de nem. Hogy is nem. Nem. Nem is biztos, hogy én maradtam a végére. Nem tudok semmit erről valójában. Többen voltunk, nem tudom. Nem gondolkodtál ezen? Hát őt tartotta a legmegfelelőbbnek, egyértelmű. Persze. Hát azt választja ki a rendező, akit a legalkalmasabbnak érez. És tudod szívfájdalom nélkül nézni a Viszkist? Már tudnám, akkor nem tudtam. Nem tudtam? Nem, akkor viszkivel ültünk be amúgy a moziba barátokkal. És akkor nem, de azóta már sok minden történt velem és körülöttem, és ezért egyre bölcsebben állok már az ilyen típusú élethelyzetekhez. Elengedem én is. De akkor mi történik, amikor megtudtad, mi történt? Amikor megtudtad, hogy nem, akkor kiborulsz? Vagy kiborultál? Hát nem örjöngtem, hát sírtam. Szomorú voltam, és nem ettem. Klasszikus szerelmi bánat. Nem ettél? Nem. Nem nagyon. Hát ha valóban valami bánt, akkor a legfontosabb eltűnik az étvágyam. És ez mennyi ideig tart? Tehát mennyi időnek kell eltelnie, hogy utána visszalendülj? Attól függ. Eddig a legtöbb nem evés az egy hónap volt, amíg így
így nagyon keveset. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset ettem. Az egy hónap volt, és akkor utána újra beállt rendesen. De ilyenkor te fájsz magadnak? Mármint? Hát úgy rossz a lét, tehát úgy megszenveded, úgy fáj. Most már nem a castingról beszélünk, úgy ugye, hanem úgy általában, véle. Ha igen. valami. Igen. Én mindent megélek. Igen. Uh-huh. Én mindent megélek. És szükségem is van rá. Miért van szükséged? Tudok belőle tanulni, és hasznosítani is tudok mindent, a fájdalmat is, vagy a nehéz érzéseket is. Én ezt fel tudom használni, aztán a jó, amikor feldolgoztam, vagy amikor úgy érzem, hogy sikerült magam mögött hagyni, akkor én abból rengeteg erőt tudok nyerni, és sokkal boldogabb tudok lenni. Utána? Uh-huh. Jobban megélem a jó dolgokat is. Uh-huh. Igen. Ha látod a rosszat? Szükséges. Nagyon aha. fontos, nagyon fontos. Igen, mindent jobban tudok értékelni akkor. Azt mondta rólad egy ismerősöd, jaj, hogy nálad nincs középhőmérséklet, tehát vagy ez nagyon így. Lent vagy, vagy lebegsz. Hát, tudom is, hogy ki volt. Eufórikus, vagy nagyon mélyen? Nem. Nem? Nem feltétlen. Volt ilyen időszak, és én tudom, hogy az ismerősünk egyébként melyik életszakaszomban... Ne legyél benne biztos, hogy arról beszélünk. Jó, nem. Az tény, hogy nagy lángon tudok égni, pont nagyon nagy energiával létezem. Ennek nyilván az inverze is nagyjából, mivel... Amúgy szerencsés alkat vagyok abból a szempontból, hogy egyensúlyban van ez a kettő. Azon dolgozom évek óta, hogy kisebb legyen, egyre kisebb legyen ez a kilengés, az amplitúdó. De azon hogy kell dolgozni? Például terapeutával, meg nagyon jó barátokkal. De jársz terapeutához? Időközönként, amikor úgy érzem, hogy szükségem van. Most már rég nem voltam. De szerintem egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb világban élnénk, ha mindenki járna időközönként beszélgetni egy terapeutához, meg hébe-hóba sportolnának. Akkor, de ez egy utopikus világkép, én tudom. De talán szerintem ez csak hasznos. Mindenkinek a hasznára tudna válni. Gábor, te voltál olyan élethelyzetben, vagy életszakaszban, hogy azt gondoltad, hogy vagy valamit nagyon ki kéne beszélni, vagy adott esetben egy magad alatt, vagy és esetleg terapeutához is menj? Hát az igazság, hogy maximum 45-50 percig. De tényleg, tehát most pont, amíg az Evelyn ezeket mondta, próbáltam átgondolni, hogy nekem voltak ilyen tapasztalataim, és azt gondolom, hogy a leghosszabb ideig tartó válságkorszakom az körülbelül egy óráig tartott, tehát kis túlzással. Nem tudom, valahogy szerencsés alkat vagyok ebből a szempontból. Én erre azt szoktam mondani, hogy akinek kicsik a vágyai, annak nagyok az örömei, tehát hogy nem kell annyira akarniból, nem kell olyan nagy dolgokat akarniból, nagyon boldog élet tudsz következni. Én meg azt a mondatot hallottam gyerekkoromban, hogy akinek nincsenek elérhetetlen vágyai, annak elérhetőek sincsenek. Én ezt abszolút nem így gondolom. Nem? Nekem nagyon kicsi vágyaim vannak, tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni, és azokat mind el tudom érni. Ezért abszolút elégedett és boldog életet élek. Ha valami boldogtalanná tesz, az csak az elmúlás gondolata. Tehát, foglalkoztat? Hogyne, aki szereti az életet, az nem akarja befejezni az életet nyilván. Úgyhogy ha egyetlen dolog van, ami aggaszt folyamatosan, egyre inkább nyilvánvalóan, ahogy öregszem, az, hogy egyszer ennek a jó világnak vége lesz. De egyébként rettenetesen jól érzem magamat a bőrömbe, amióta megszülettem, úgyhogy nyilván voltak az életemben is kudarcok, meg voltak hivatali vagy magánéleti botlások is, de ezek nem nagyon rövid ideig tartottak, mert éppen azért, mert olyan jól el tudom szórakoztatni magamat, nagyon hamar változik a fókusz, és onnantól kezdve már teljesen jól érzem magamat. Tehát az igazság, hogy azt tapasztaltam meg, különösen a különböző ilyen munkahelyi problémák esetén, hogyha mondjuk például ki akarok lépni egy munkahelyről, nem sokszor fordult elő az életembe, vagy egy konfliktust ki akarok érezni, azt még este meg kell írnom. Vagy meg kell tennem. Tehát életemben kétszer írtam felmondó levelet. Mind a kétszer aznap este meg kellett írnom, mert azt láttam, hogyha várok vele, másnap reggel már nem fog érdekelni a dolog. És tényleg ez van. Bármi történik, probléma, gond, de akkor konfliktus. Már nem is írtad volna meg reggel? Nem, mert mondtam, annyira érdektelennek gondoltam a dolgot. De egyébként abszolút egyetértek Evelinnel. A pszichológiát, meg a lélektant én is nagyon komoly tudománynak gondolom. Én is biztos, hogy igénybe venném, ha szükségem lenne. Elmennél? Abszolút, persze. Tehát. Szerinted férfiakban bennünk nincs valami fajta szemérem ezzel kapcsolatban? Én egyre inkább azt tapasztalom. Bennem nincs. Nyilván vannak férfiak, akikben van. Engem kifejezetten érdekel, tehát a másik oldal is érdekel. Én szívesen lettem volna pszichológus. Úgy igen? Igen, hát nézd, miért lettem én politikai elemző vagy politológus, mert érdekeltek az emberek. Tehát nyilván hát ebből azért ez nem következik. Hát dehogy nem. Igen? Hát
mi a politika? Most már nem akarok ebben nyilván belemenni, de nyilván az emberi cselekvésnek egy sajátos területe. Az most teljesen mindegy egyébként. De aki szeret kimenni a strandra úgy, hogy aki azért szeret kimenni a strandra, hogy ott figyelje az embereket, akkor szerintem az abból jó pszichológus lesz, abból jó. Gábor, ilyen vigyázz! Nem hallotta évekkel ezelőtt. Hozzáteszem, én nem járok strandra, mert általában a Balatonon lakó emberek nem járnak strandra. De figyelem az embereket a mai napig? Én mindenhol az embereket figyelem, igen. És mit elemzel? Nézzel nem elemzem, csak mit, érdekes. Most milyen az élete? Mit csinálnak? Tényleg le lehet ülni egy parkban, és ha ott megnézed az embereket, már is olyan, mintha egy sorozatot néznél, vagy valamit beleképzeled, hogy mi lehet velük. És ennél eltalálod szerinted? Ne, ez most mindegy, lényegtelen, hogy eltalálom. Ez egy játék, sem. Ezt játék. Én is szoktam csinálni. Igen, nyilván, figyelni az embereket, az a legérdekesebb dolog. Tehát szerintem a világ legnagyobb csodája az ember, nyilvánvalóan. A legkiszámíthatatlanabb, az egyetlen olyan, amiben benne van a csoda, nyilván mind a két része. Neked szerinted lett volna kellő türelmed, érdeklődés, egy nyitottságod az emberekhez így, hogy leülünk, és elmondja valaki az ő, nem tudom, szerelmi bánatát, anyjával való rossz viszonyát? Hát én azt tudom mondani, hogy nyilván nem tudom, de hogy a tapasztalatom az, hogy az a kis számú ember, akivel beszélgetni szoktam, azok nagyon... Azok esetében mindig azt tapasztalom, hogy van értelme az ilyen beszélgetés. Hát jó hallgatóság vagy. Igen, nagyon, igen. És jó kérdező is. Jó kérdező? Igen. Hát itt ez bizonyított, hogy nyugodtan kérdezem. Nem, köszönöm, ez egy másik helyzet. De ilyenkor nem? Nem. De miért? Hát ez egy rögzített szituáció nyilvánvalóan, igen. Tehát ez egy más helyzet, ez egy mesterséges művi helyzet, de ha gondolod és elmegyünk valahova megírni valamit, akkor szívesen kérdezgetek. Evelyn, amikor ti Tanyára költöztetek, akkor mennyi idős voltál? Pont nemrég beszéltünk erről otthon. Kettő. Az egy ilyen nagyon elszeparált történet, ja, hát ugye? Igen, az... Most nem, azt mondom, hát aztán hamar rájött anyukám, hogy ez nem is egy jó ötlet. Persze arról van szó valójában, hogy nem gazdálkodó szüleim voltak. Ezt így kitalálták, romantizálták egy kicsit, hogy jaj, de mókás dolog az erdő közepére költözni, két gyerekkel, ez megtörtént. Aztán 4 év múlva el is adtuk a Tanyát, és beköltöztünk Debrecenbe. De nem gazdálkodó szüleim voltak, tehát egy összkomfortos kertesházunk volt, csak a semmi közepén, a világ végén kis túlzással. Azt élvezted? Vagy azért láttad ennek hiányát? Ne, hát gyerekként az csodálatos, úgyhogy nővéremmel ezt beszéltük, hogy nekünk fantasztikus gyerekkorunk volt. A természet lány ölén, hát mivel játszottunk egymással, a természetben barkácsoltunk, furtunk, faragtunk, csónakáztunk, bukleztünk az erdőben. Állatok voltak körülöttetek? Hát voltak. Na, figyelj, mint egy falusi közeg, csak nem voltak szomszédok, közvetlen szomszédok, de voltak, nem tudom, baromfik, voltak kutyáink, úgyhogy nagyjából ezt így kell elképzelni. De te valósághű képet kaphatsz arról, hogy mindez hogy nézett ki, mert ugye anyukád mindent dokumentált, tehát titeket folyamatosan rögzített, igen, egy kamerával. Hát anya, szerintem amúgy neki operatőrnek kellett volna menni. Hozzá volt ragasztva az az óriási nagy kamera. A kezéhez is tényleg mindent rögzített. Van egy bőrönd telekazettával, azt most már rajta vagyok, hogy digitalizáljam. Úgyhogy majd most kis szabadidőmben majd azt tényleg bele is kezdek. Igen, furcsa, bele is néztem egy-két kazettába. Másak az emlékek, mint ami a valóság volt nagyjából. Milyen értelemben? Mondasz egy példát, hogy mi volt nagyon éles különbség ahhoz képest, mint ami az emlékezetedbe él? Az emlékezetemben minden csillogóbb, és szebb, és jobb, és élettel telibb. Az én emlékem szerint, ahogy én megéltem, az valami mesevilág. Ez képest egyel szerényebb volt az, amit láttam mondjuk a felvételeken, de ez eznek a szépsége, hogy anya, és a család azért mindent megtett, hogy mi boldogok legyünk gyerekként, úgyhogy ez sikerült. De te, vagy ti ezeket újra-újra nézitek? Vagy mi volt édesanyádnak a célja ezzel, hogy mindent rögzít? Nem tudom, gondolom nem az időm, de anyának az időmúlás, az, hogy mi felnövünk, hogy az, hogy múlik az idő neki, valószínű, ezt szerette volna megállítani, ha nem is megállítani, rögzíteni, hogy bármikor vissza tudja nézni. Úgyhogy majd ezt tényleg meg szeretném neki csinálni, hogy kap egy Winchestert, és rajta van az egész gyerekkorunk. Végestelen végig. Igen, úgyhogy anyának ez valószínű, úgyhogy igen, az idő múlása, elengedni a múltat, az nehéz. Gábor, te miért költöztél vidékre? Úgy egyszerű, hogy hirtelen úgy kivonultál a pesti nyilvánosságból. Nekem így tűnt ki, külső szemmel. Hát, mert unalmas volt Budapesten élni.
És mi van ott, ami itt nincs? Minden. Minden? Minden. Igen. Szóval persze most ez az unalmas így nagyon rosszul hangzik, de elég sokat, ugye én szombathelyi vagyok, Szombathelyről az egyetemre jöttem Budapestre, azért elég sokat éltem Budapesten, és nem azt mondom, hogy nem szerettem, de egyszerűen egy idő után nem volt eléggé érdekes, vagy eléggé, nem éreztem egyszerűen jól magamat. Sok dolog olyan itt Budapesten, ami ellentétes azzal, ahogy én szeretek élni. És ott megtaláltad a kellett szerint való békét, igen, nyugalmat? Igen, az érdekes, hogy ugye most egy kis faluban élünk a Balaton mellett. Aszófő, igen, közel Balatonfülethez mondjuk, ami egy viszonylag komolyabb település, de nagyjából 2009 óta, tehát 11 éve élünk ott, és komolyabb társasági életet élek ott, mint itt éltem Budapesten. Tehát, és azt hogy kell elképzelni Török Gábor esetén? A nagy társasági életet, a szófőn? Nyilván véletlenül sem úgy, hogy ahogy ezt gondolnád, de egyszerűen, hogy több emberrel találkozom, több emberrel beszélgetek, alaposabbak, vagy mélyebbek a kapcsolatok, mint voltak mondjuk itt Budapesten. Lehettél is új barátokra? Hogyne, igen. Igen? Igen, abszolút, igen. Mondjuk ennek a sport alapvetően az oka, tehát ugye én teniszezem, a fiam is most már teniszezik, és akkor a rendszeres edzések, nagyon sok teniszapukával, teniszanyukával ismertettek meg. És ki vagy te ott Aszófőn? A gyütment, ugye vidéken szokták ezt mondani, a tévés, politológus, vagy a Gábor, aki tulajdonképpen egy közülünk? Egyik sem. Egyik sem? A falu szélén lakunk, a legszélső házban. Azért megvan az elkülönülés, megvan, igen, tehát ilyen értelemben. Igen, igen, igen. Tehát nem is nagyon van igazán kapcsolatunk a faluban élők többségével. Attól nem féltél, vagy félsz, hogy lemaradsz valamiről? Annak köszönhetően, hogy messze élsz Budapestről? Hát én nem félek, viszont rengetegen mondják. Tehát érzek egy ilyen nyomást a környezetemből, de ezt én úgy fogom fel, hogy ez nyilván egy óriási hátrányom. Sok ilyen van. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket én nem szeretek, és kellenének, de én általában a hátrányokból előnyöket szoktam kovácsolni egy idő után, tehát megmagyarázom magamnak, hogy ez itt sokkal jobb. És tényleg az az igazság. Tehát, hogy még szakmailag is azt tapasztalom, hogy ennek a távolságnak előnyei vannak. Előnyei vannak, mert nyilván a távolság, egy földrajzi távolság is ad egyben egy szerintem az elemzéshez szükséges perspektívát, vagy egy perspektívikus távolságot. Ezen túlmenően könnyen lehet szelektálni, hogy hova megy el az ember, meg hova nem. Köszönjük, hogy eljött. Ez nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy nem az én saját egyéni döntésem az, hogy hova megyek el, hanem nagyon-nagyon meg kell gondolni azt, hogy... És ezért ebben is ki tud alakulni egy minőség, vagy legalábbis úgy érzem. Tehát az, ami szerintem a minden nyilvánosságban jelenlévőnek a legnagyobb veszélye, a túlzott szereplés, az, hogy valakiből túl sok lesz. Az elkopik. Igen, az így egyáltalán nem okoz problémát. De attól féltél korábban? Volt erre nézve veszély? Én nem féltem tőle, de voltak, akik mondták. Tehát ott a 2000-es években, ott azért tanárok, a korábbi tanáraim sokan figyelmeztettek, hogy erre azért nagyon vigyázni kell, hogy nem lehet az, hogy minden héten az ember a televízióban van. Most meg mindenki hiányol, és ez annyira jó érzés. Hát akkor ezért csinálod tulajdonképpen. Nem ezért csinálom, de hogy ez is jó. Nyilván. De kibírnád a nélkül? Simán. Tehát 3 évig nem jelennél meg sehol. Hát azért most már elég sokszor van olyan, hogy... Egy-két hónapig, hét évig. Igen, de... 3 év sok. De hidd el, hogy soha nem én erőltetem, hogy... Azt elhiszem, nem. Csak hogy nem hiányozna. Nem, egyáltalán nem hiányzik. Nem. Evelin, amikor te mondjuk megkaptad a Napszállt, a főszerepét, akkor... Nem főszerep nem, volt. Hát azért mondjuk nem második szerep. Volt, az egy mellékszerep volt. Mellékszerep, de Jókab Gyuri mellett egy nagyon fontos szerep. Hogy akkor te például éreztél olyat, hogy sok olyan színésznő is gondolhatta volna azt, hogy esetleg ezt ő is kaphatta volna lévén, hogy neked nincs színészi előképzettséged. Hogy jön ez a lány komoly mozi szerep híján, hogy Nemes Jeles László második, Oscar-díjas filmrendező, második filmjének az egyik fontos szerepét ő kapja? Hogy akkor már gondolkodtam ezen. Én Koliban laktam, az SFE Koliban, színészek között, és nekem a barátaim egy része is amúgy színészek, színésznők. Én éreztem a támogatást felőlük, tehát amikor megtudtam, még úgy is, hogy a színésznők is egyébként őszintén tudtak örülni, és ezt láttam rajtuk. Neked volt kétséged magaddal kapcsolatban, hogy meg tudod ezt csinálni?
Volt. Persze. Hát a persze volt, alapvetően én nem gondolom azt a startvonalnál, hogy én mindenre alkalmas vagyok, és mindenre én vagyok a legalkalmasabb, és én leszek a legjobb. Persze megvan bennem az ambíció, és nyilván ezt is akartam nagyon, ezt a szerepet is nagyon szerettem volna, de egy ponton túl már én is azt mondtam, hogy legyen, ahogy lennie kell. Tehát ha nekem ezzel feladatom van, akkor úgy lesz. Ha nem, ráfeszültél akkor erre nem. Is, ugye? Nem, erre már pont nem. A castingnál itt egyáltalán nem. Már mondom, a viszkis után én már semmire nem feszültem rá. Ez egy csodálatos munka volt. Nagyon jó időszak volt. Akkor nem itt volt ennél a forgatáson, hogy annyira ráfeszültél, hogy ilyen fizikai tünetei voltak, kipattogtál? Jaj, nem, hát de persze, de az elején volt. Tehát ott már mint mielőtt elkezdtünk forgatni, izgultam nyilván. Ez azért óriási feladat hatalmas, volt, akárhogy is nézzük. Olyan bizalmat szavaztak nekem, én attól tartottam, hogy nem fogom beváltani a belém fektetett bizalmukat. És én ettől féltem, mert én meg akartam felelni nekik, akik nekem bizalmat szavaztak. Ez egy ördögi kör, mert pont ezzel tudom magammal a munkámat nehezíteni. Ezt is megtanultam. Tehát ha valaki bízik bennem, hisz bennem, akkor azzal tudok mit kezdeni, és az inkább energizál. De ez hamar legyűrtem, tehát már mire elkezdtünk forgatni, szerencsére már nyugalmi állapotban voltam. De igaz lelkedre, amikor megkapja az ember ezt a szerepet, nem gondolja azt, hogy tulajdonképpen egy egész másik dimenzió nyílik ki? És megmondom, mire gondolok. Szerintem a Napszálta nem szólt akkorát, mint amekkorát gondolt volna az ember Nemes Jeles László Saul fia sikere után. Tehát egy picit az úgy ezt nem azt mondom, hogy sikertelen lett, de nem szólt akkor át az a film, mint amit például én is vártam volna tőle, akár nemzetközi szinten is. Ezt sajnáltam én is. De te is a saját sorsodon lemérhetted azt, hogy amikor az ember kap Nemes Jeles Lászlótól egy ilyen szerepet, hogy talán kinyílik a világ. Hogy egy európai szinten is jegyzett színésznővé válhat. Sok mindent mondtak körülöttem, akár a forgatáson is, hogy majd, na majd már, meg majd így, meg, tehát hogy nagyon sok mindent próbáltak előre jelezni nekem ott közvetlen kollégák, de én ezeket próbáltam elcsitítani, vagy őket, hogy szóval ezekre nem szeretek gondolni, meg nem azért kezdek bele egy munkába, mert valamit remélek tőle hosszú távon. De nem hanem reméltél? Hát reméltél, belül biztos, hogy reméltél valamit. Tehát azért egy hatalmas lehetőség. A friss Oscar-díjas rendező azt mondja, hogy te. Hát egyrészről engem akkor csak az foglalkoztatott, hogy őszinte legyek, hogy jól csináljam meg a lehető legjobban, vagy annál is jobban a feladatomat. És hogyha ez sikerül, akkor más feladatkörben is láthatnak engem. És volt benne csalódottság utána, amikor azok a szerepajánlatok nem jöttek, mint amit vélelmezhettél volna? Én biztos voltam benne, amikor láttam a szereposztást, Nemes Jeles László csinálja a második filmét, itt tulajdonképpen sztárok születhetnek, Európa szinten is. Köszönhetően a Saul fiának. Akár ez is benne lehetett volna, ez így van, hogyha a nemzetközi megítéléstől függetlenül, vagy függően, tehát a nemzetközi megítéléstől függően bizony itt sorsfordító is lehetett volna, akár a Saulnál, ugye a Rőri Géza esetében, vagy Erdély Mátyi esetében is így volt. Jó volt az operatőr. Igen, az operatőr volt a Napszáltában is. Nem bántott. Nem? Nem. Tényleg, őszintén, nem. Nem bántott. Sajnáltam a filmet, és nem magamat, a filmet, az egészet, mert ezen a filmen is, mint mindegyik filmen, azért több száz ember dolgozik éveken át. Te tudod, hogy tulajdonképpen miért nem szólt ez akkorát? Nem. Már nincs. Mered azt mondani a saját mesterségedre, hogy te színésznő vagy? Ez egy jó kérdés. Igen, egyébként igen. Amikor olyan feladatkörben dolgozom, akkor igen. Akkor igen, halkan, de igen. Halkan? Igen. De mióta? Volt fordulópont? Ez organikusan alakult. Uh-huh. Igen, de ha megkérdezik tőlem, akkor most inkább azt mondom. Szerinted jobb színésznő vagy, mint televíziós műsorvezető? Igen. És szerinted miért? Szerintem...
én nagyon jól tudok utasításokat végrehajtani, és ezt gondolom, hogy nagyon szeretek együtt dolgozni partnerekkel, legyen a színész vagy rendező. Az egyel körülhatárolhatóbb feladatkör. Mind a mellett, hogy rengeteg árnyalata van ugye egy-egy szerep megformálásának. De talán emiatt, ha ez válasz volt. Igen, igen. Megmondom, a testvéred és a nővéred is megerősíti ezt. Minden. Kábor, szerinted te melyik minőségedben vagy a legjobb? Azon gondolkodtam, hogy legalább 4 különböző dolgot csinálsz. Politikai elemzés, tanácsadás is, tanítasz is, és írsz is, kvázi blogolsz, vagy legalábbis véleményformáló vagy írásban is. De lehet, hogy ennél több is van, most így hirtelen 4-et mondtam. Mm. Azért ez valamilyen szinten elkülöníthető minőség vagy foglalkozás, még ha csak részterületekről beszélünk is. Szerinted melyikben vagy a legjobb? Hát abban lennék a legjobb, amelyiket kizárólagosan csinálnám, de ez az én életemnek egy ilyen kompromisszuma, hogy ez mind érdekel, mert végül is mind ugyanarról szól. De talán azt gondolom, hogy amiben a leghasznosabb vagyok, azt hiszem, hogy az a tanítás. Tanítás? Igen. De az hasznosság szempontjából, nem minőség szempontjából. Hát azért is vagyok talán a leghasznosabb benne, mert talán azt csinálom a legjobban, igen. Hogy kell jót tanítani? Hát hatni kell, a hatást kell kiváltani. És úgy gondolod, hogy nagyobb hatást váltasz ki tanárként, mint mondjuk véleményvezérként vagy politikai elemzőként? Igen, mert a befogadó közegtől sok függ, és a nyilvános politikai elemzésnek a befogadói azok nagyon különböző dolgokat értenek rajta, meg várnak el tőle. És itt nagyon sokszor konfliktus van. És nyilván nem úgy van konfliktus, hogy én ezt tapasztalom, csak sejtem, hogy az van. Bánt téged ez? Hát nem, egyáltalán nem. Egy ideig bántott az elején, de nyilván rá kellett jönni arra, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás. Azt se bántott, mikor azt mondják, hogy hát ez az egyrészt másrészt, ugye, ami így hozzád ragadt, hogy hát a török ebben, te szoktad mondani azt, hogy a langyosakat még az Úristen is kiköpít, tehát hogy ez a vád veled kapcsolatban, hogy ilyen egyrészt másrészt, nem mondasz igazán karakteres dolgot, ez a vád, gondolom, hát ezt te is szoktad emlegetni magaddal kapcsolatban, ez valószínű, hogy azért kezdetbe kellett, hogy okozzon neked. Hogyne. És idő kellett nyilván, míg eljutottam odáig, ami a Trónok harcában mondja, hogy a törpe vagy, akkor ez legyen a pajzsod. Hogy amíg rájössz arra, hogy valójában ez a védjegyed, vagy hogy ez az, ami jellemez téged. És tudok titkot tartani, kicsit rá is játszom ma már erre? Ha már ez a védjegyed? Biztos. Igen? De szerintem nem lehet másképp gondolkodni. De egyszerűen tényleg nem értem, hogy kinek mi baja van az egyrészt másrésztel, mert ha bárkiről bármit kérdezünk, nem lehet már a saját feleségedről is egyrészt másrésztben kell gondolkodnod, vagy a bármelyik ismerősödről. Hallgatóknak szoktam mondani ezt a példát, hogy nyilván Laci egyrészt jó az ágyban, másrészt soha nem viszi le a szemetet. Hát ez ilyen. Minden ilyen, tehát az egysejtűeknél bármi bonyolultabb dolog az egyrészt másrésztről szól. Úgyhogy ez egy reménytelen küzdelem ezt nyilván megértetni. Most már, mint 20-akárhány éve tanítok, hogy sikerült eljutnom odáig, hogy felismertem, hogy az miről szól igazán. Tehát, hogy nyilván az elején, az első egy-két évben, vagy akár egy-két évtizedben is az ember saját magáról. Saját tehát maga a miatt csinálja, igen, hogy micsoda okos vagyok, hogy ezt így... Fürdőztél benne? Nyilván ez túlzás, és semmi nem szoktam fürdőzni, de valahogy egy kicsit öncélú volt a tevékenység. Micsoda szuper előadást ott tartak. Kétszer másfél órát végig tudok beszélni. Nyilván. És az egy kicsit arról szólt, hogy úgy éreztem, hogy egy kicsit arról szólt, hogy a saját ideáimnak akartam megfelelni, és akkor és érdemes azt a kapcsolót átállítani, amit én szerintem sikerült, hogy de nekik mire van szükségük azt a kérdést feltenni, és akkor mi az egész megváltozik, és akkor az ember mindjárt másképp is látja a tanítás értelmét is. Az előbb, amikor Evelyn beszélt erről a színészkedésről, akkor mindig arra gondolom, iszonyatos lehet az, hogy annyi bizonytalansággal odaállni, hogy tényleg jó vagyok-e. Mert nekik tényleg semmi kapaszkodó nincs, hiszen minden szerep más, minden helyzet más. Mi azért egy rögzített szituációban megyünk a nyilvánosság elé, és még így is nyilván bennem van, hogy mennyi mindent nem tudok, mennyi mindent lehetne sokkal jobban csinálni. Evelyn, az a te esetedben is így van, hogy amikor kapsz egy szerepet, akkor ezen gondolkodtam, nem tudom, hogy van ez színészek esetén, de aki ösztönösen csinálja, már pedig te ösztönösen kell, hogy csináld lévén, hogy nem tanultad, ilyenkor bele kell helyezkedni abba a szerepbe, és fel kell ismerned önön magad. Abban a szerepben? F-
fontos találni kapcsolódási pontokat. Azért engem rengetegen tanítottak menet közben, így színész kollégák is akár, és nem csak rendezők. Ezen kívül én egy ösztönös lény vagyok, igen. Meg kell találni, fontos. De például mondjuk a Curtis film esetén, amikor igen. egy lány, Kitty ugye főszereplő igen. neve. Igen. Ott te azt nem is titkoltad egy interjú, vagy te magadra ismertél? Ott is. Vagy ott hát ott is tudtam dolgozni, miből. Volt miből dolgozni, mint ahogy a Napszálltánál, és ugye a Curtisnél is. Mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki. Ne, ugye, ott apalánya. Apalánya viszony, és fel akarta igen. venni, ugye ez Curtis Mihályról szólt. Igen, igen, igen. Fel akarta venni a lánya kapcsolatot, rég nem látott apukájával. Így van, ez egy valós történet, igen. Ami kirepült New Yorkba a lány, a Kitty amúgy sok gyereke volt, a Curtis azt se tudta hány. De Kittyről tudtuk, vagy tudjuk, hogy létezett, megkereste, amikor forgatta a Casablancát, vagy megpróbálta felvenni a kapcsolatot. Ez a történetem belül, a filmen belül ez az én dramaturgiai ívem, hogy elindul ez, vagy nem. Ilyenkor, igen, mondjad, csak azt akartam mondani, hogy látom a filmet, és az nagyon tetszett, nagyon tetszett a vége. Tehát az a döntés, amit meghoz a végén a Curtis, hogy elhagyja a lányát. Igen. Mert az ő dolga nem ott van. Az nagyon, szerintem nagyon féltem végig, hogy az lesz a vége, hogy a lányával folytatja az életét, és nagyon jó volt a vége, hogy nem. Tehát csúcspont volt abban a filmben. Igen. Most spoilereztünk egy kicsit. Igen. Nem baj. De nem egy friss film, igen. Igen. Jobb, hogy nem volt katarzis? Persze, nyilván. Mondjuk én személyesen azokat a történeteket szeretem, amelyek rosszul végződnek, de ez még nem is végződött. De ez felemelő ettől függetlenül, tehát hogy én is ezt szeretem, vagy az ilyen végződést azt jobban megélem, vagy jobban meghat. Ott mi volt az apa motivációja, miért nem a lányon folytatta? Hát mert felismerte, hogy ő hol tudna hasznos lenni. Hogy ő valójában nem a lányával való kapcsolatban válhat hasznossá, hanem azzal, hogyha ilyen filmeket csinál. A kettő kizárja egymást? Hát az ő esetében szerintem igen, nem? Igen. Te ilyenkor arra gondolsz szerepfelfogásként, hogy te hogy viszonyulnál, vagy hogy viselkednél hasonló szituációba? Igen. Tehát ilyenkor az embernek végig kell gondolnia, hogy amikor én ott állok a kamera előtt, és találkozom az apámmal, én hogy viselkednék, hogy ilyenkor már a szerepél? Ja, hát olyankor már tehát a kamera előtt azt kérdezed, hogy mi jár a meg fejemben? Meg egyáltalán, ahogy megközelíted, és az évét bejárod. Valójában ugye én is ezt, tehát nekem volt egy személyes példám ezzel kapcsolatban, az én apámmal való kapcsolatomat tudtam párhuzamba emelni a Curtis Kitty kapcsolatával, úgyhogy én abból dolgoztam, nekem az volt a... Arról mit lehet tudni a tiédről? Nagyjából annyi, hogy hasonlóképpen tűnt el mint Kitty életéből a Curtis, az én életemből is, és nagyjából ez így is maradt. És nem is tartjátok a kapcsolatot. Ő már nem él. Ő már nem él. Ő már nem él, úgyhogy ez így futott ki. És soha nem gondoltál arra, hogy fölvedd a kapcsolatot? Tehát, hogy ezt elevennéted? Ahogy a lány, Kitty. Hisz ő megkereste. Felnőtt fejjel. Ez világos. Már ő meghalt, mikor mondjuk el, mondjam, ha annyi idős lettem volna, mint Kitty, akkor még lehet elgondolkodtam volna. Ő már akkor nem élt, amikor én mondjuk olyan döntést tudtam volna hozni, ami ezzel kapcsolatos. Olyanra gondol az ember, hogy vajon mit szólt volna ahhoz, hogyha látja a Napszálltát, vagy látja ezt a filmet, vagy az Egy nyári kalandot? Hát nyilván örült volna valószínű, hogyha, vagy biztos látta, tehát van, amit azért valami eljutott hozzá nagyjából, de azért azt tudom erre mondani, amikor például nálunk ugye az apa nem volt a család része, hogy az életben nagyon figyelni kell arra, hogy milyen segítőket és dob elénk, vagy hát nem dob, hanem hoz be az életünkbe az a sors, vagy a jóisten. Hogy például, hogy van egy ilyen deficit, azt máshol visszakaptam azt a bástyát. Tehát a férfi képet, az apa képet, a férfi energiát, azt én 100%-osan megkaptam az életemben is. És akkor, amikor nagyon hiányzott? Vagy csak később? A nagyapám képében például, illetve az első barátom apukája volt nekem az, aki az igazi apa kép. Tehát nekem az apa, a nagybetűs apa, az ő. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, és a mai napig beszélünk, úgyhogy már majdnem 10 éve, hogy véget ért az első barátommal a kapcsolatunk, de az ő apukája
a nagybetűs apa. És az én szememben ilyen egy apuka, úgyhogy nagyjából, és úgy is éltünk. Úgyhogy ez csodálatos volt, tehát az élet kárpótolt engem, és azóta is szerencsére. De ezt mindig így gondoltad? Hát egy fiatal mindig, lány esetén azért mindig kell, hogy legyen valami dac vagy dűk. Kézzel nem volt hiányérzet. Nem volt hiányérzet? Nem, azért annyira volt, hogy mondjam, nyilván, ha nem tudod mi az, amíg, tehát nem tudod, hogy mondjam, tehát amíg nem, mivel nem volt, így nem tudtam mit hiányolni. Uh-huh. Hát akkor hiányol valaki valamit, vagy valakit, hogyha megtapasztalja, hogy az milyen, ha van. Bocs, hogy közbeszólok, de nekem ugye 2 éves koromban meghalt apukám, és teljesen ugyanez a tapasztalatom. Tehát mindenki sajnált az iskolában, igen, hogy na, milyen rossz, hogy nincs apukád, és én ezt mindig nem értettem, hogy miről beszélnek. Tehát ez teljesen így működik. Okay. Van bármilyen emlékképed édesapádról? Nem, nincs. Hát 2 éves voltam. És lépett helyébe bárki később során? Nem. Tehát fiú esetén meg különösképpen hiányozni tudna. És mégsem. Mondják mások, akik átélték, igen, az apjukkal való kapcsolatot. Nyilván most már apaként tudom, hogy ez mekkora hiány lehetett utólag, mert tudom, hogy mondjuk én mekkora szerepet töltök be a fiam életében, de, és így utólag érzem ezt, hogy ez valószínűleg jót tett volna nekem nagyon sok milyen területen. Milyen értelemben? Hát, rengeteg területen. De más ember lennék nyilván, hogyha lett volna apám. De mondj egy példát, hogy milyen szituációban, milyen élethelyzetben, milyen szemlélet. Magabiztosabb, bátrabb, férfiasabb ember lehettem volna, vagy gyerek lehettem volna, és nem magamnak kellett volna megküzdenem ezeket, hanem lett volna egy minta, amiből táplálkozhatok, azt gondolom. Mert ez így küzdelmes volt? Hát persze, nyilván. Minták híján. Igen. Tehát megint csak azt mondom, amit a fiammal kapcsolatomban látok, tehát hogy én mit próbálok neki megadni, és nyilván, hogyha nekem ezt nem adták meg, akkor az egy óriási hiány lehet. Tehát mondom, egyáltalán nem éreztem, hogy ezek szerint Evelyn sem ezt akkor, mert nyilván az a természetes állapot. Igen. De biztos, hogy nagyon nagy veszteség mindenkinek, hogyha kettőből valamelyik hiányzik, ez egyértelmű. Azt mondta egy téged ismerő ember, hogy akkor tudsz igazán elágyulni, persze nincs ebben a égvilágon semmi meglepő, tehát ott lehet téged kvázi megvenni vagy megfogni, ha fiadról kérdezlek. Tehát ilyen értelemben van benned egy ilyen, ezt nagyon jó kell csinálni, nagyon szereted, nagyon ott akarok lenni. Uh-huh. Nem? Persze. Hát csak közhelyeket tudok mondani, de én soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mértékben valami meg tudja változtatni az ember életét. Leginkább érzelmileg nyilván. Még a szemed is bepárás. Abszolút, persze. Tehát, tehát hogyha meg kell mondani, mi az egyetlen dolog, amiért érdemes élni, az nyilván a fiam így van, vagy egy gyermek. És ezt nem gondoltad volna mondjuk 10 évvel ezelőtt magadról? Nem. Én tudtam, hogy jó apa leszek. Honnan? Hát ezt honnan tudja az ember? Mert mindig is szerettem a gyerekeket, és minden gyerekkel nagyon hamar, nagyon közvetlen jó kapcsolatba tudok kerülni, mert érzem, hogy a gyerekek nagyon megérzik, hogy ki az, aki őszintén érdeklődik irántuk, és az emberek többsége nem tud őszintén, igen, érdeklődni. És gügyögnek gyerekekkel. Igen. Tehát ezt tudtam előre, de azt nem tudtam, hogy az érzés is meg fog jönni, és ennél jobb érzés tényleg nincs. Tehát, hogy van valami, amiért bármit odaadnék. Ugye vannak ezek a kérdések, hogy odaadnád-e az életedet ezért, és soha semmiért nem adtam volna oda, mert mondtam, annyira szeretem az életemet, de minden kérdés nélkül most. És az elmúlt 10 évben is mindig ezt a választottam volna. És ez tényleg, tehát nagyon jó, hogy van valami, ami megkérdőjelezhetetlen. Én egy elég cinikus ember vagyok amúgy, és az nagyon jó, hogy van valami, ahol nincs semmi cinizmus. Tehát, hogy van az életedben, a másik, tehát én mindig mindent megkérdőjelezni szoktam, mindig kérdőjelek voltak bennem. Egyetem alatt, amikor mentem át a hetes busszal a Dunán, tehát a hídon, akkor is azon gondolom, hogy lehet, hogy még azt tudom eldönteni, hogy melyik tetszik jobban, Buda vagy Pest. Tehát mindig ez volt, mindig érveket kerestem. Uh-huh. És van valami, ahol a kérdőjelekből csak egy felkiáltójel van. Az irtózatosan jó élmény. Tehát, hogy az ember párkapcsolatban, baráti kapcsolatban, hogy mit csináljak, mindig vannak ezek, hogy 80%, 20%, nem? Uh-huh. Te folyamatosan bármi, a jó dolgokban, és még egy nyaralásnál is, amit annyira vágysz, amikor már csak 2 nap van, és be kell csomagolni, akkor azt mondod, hogy jó,
jön le a 100, ugye? Így. És akkor van egy dolog, ami 100, ahol nincs ellen, nincs a másik oldalon semmi. Csak egy hatalmas felkiáltójel van benned, hogy akarom. Ez szenzációs. És Ábel azt csinál veled, amit akar? Tehát egy ellágyult... Nem, de hogy nyilván nem, persze nem. Hát az, vannak vele céljaim, nyilván. De meg egy küzdelem ez az egész, és nem erről beszélek. Tehát nem, dehogy. Csak az érzés belül, az szenzációs. Tehát azt nagyon ajánlom mindenkinek. Igen. Evelin, te középiskolásként miért voltál ilyen, hát nem tudom milyen jó szó, duhaj, vagy összeférhetetlen, vagy vad? Nem. Egyik se jó szó? Nem pontos. Akkor mi a jó szó? Nehéz volt. Nehéz? Nekem is tininek lenni, mint szerintem amúgy nagyon sok mindenkinek. Tehát nem voltam én speciális helyzetben, úgymond. Vagy nem... Nehéz volt. Nem tudtam. Féltem attól, hogy elérkezik az a pont, amikor érettségire kerül a sor, és el kell dönteni, hogy ide, oda, vagy amoda menjek. Nem volt egyszerű. Tényleg. De amúgy volt... nagyon jó tanuló voltam mindig. De neked volt nehezebb, vagy a társaidnak? Veled? Szerintem nekem. De... De a társaimnak nem volt nehéz. Az, hogy... mi az drámás gimibe drámás osztályba jártunk, nyilván akkor lehetett tudni, hogy nem 32 csendben ülő gyerek vagy tinédzser ül a teremben, tehát éltünk, léteztünk, zsizsegtünk mindannyian. Nyilván sokat kellett fejlődnöm, már gimnáziumban is észrevettem. Engem már akkor érdekelt az, hogy hogyan lehetnék jobb, jó ember, hogyan tudok dolgozni a lelkemen, magamon, a gondolataimon. De ehhez kellett az is, hogy tudomásom szerint egy évig téged kiközösítettek. Hát volt egy ilyen időszak, amikor azt éreztem, igen, hogy hát nem én vagyok ott a hangadó. Jaj, de finoman fejezted ki magad. Szóval volt egy ilyen is. Tényleg nem szóltak hozzád? De persze, tehát nem úgy kell elképzelni, nem hogy akkor teljes számkivetettség, nem. De azt ma már tudod, hogy mivel érted el? Mármint az, hogy, hát, visszak... hogy nem a visszakerülés, először az érdekel, az is érdekel, csak hát, hogy kerültél. Amúgy annyira kegyetlenek a tinédzserek, tehát persze. Hogy valójában egy ilyen tök igazságtalan helyzet volt, ezt a mai napig mondom, pedig több mint 10 éve volt. Kegyetlenek, falka szellemben mozognak, rémesen veszélyes, és ez mikor? Több mint 10 éve volt most, hogy mi a helyzet, nem tudom. De szóval nagyon tudják egymást húzni a gyerekek. De téged fölfele, lefele. Azért azt nem tudtak. Én megvédtettem nagy, magad. Persze. De igen, ez, a tinik azért kemények tudnak lenni. De valamit neked is kellett tenned, érte? Tehát... Igen, de hát most... Mert ki tudja, mi volt az őszintén, szóval tényleg nem emlékszem. De voltak jó tanáraim, szerencsére. De hogy, és hogy kerültél vissza újra a társaságba? Azt mivel érted el? Egyel visszább vettem valószínű a miből? Lendületből, a tempóból. Türelmesebb lettem szerintem. Uh-huh. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, de egyáltalán figyelmesebb lettem mindenkivel kapcsolatban. De nem volt ez ilyen drámai valójában, de hogy volt egy ilyen időszak, igen, amikor kaptam visszajelzéseket, és ez nagyon fontos volt, és a mai napig fontosnak találom ezeket, és mindig figyelem azt, hogy ki hogyan reagál velem kapcsolatban. Tehát kellett kiből, a fejlődés történetedhez. Nagyon. Az egy év. Nagyon, de amúgy kihagynám, tehát most kihagynám? Újra azért nem érném a tinédzser koromat, se semmit, ami általános iskola vagy gimnázium, az egészet így csak ugorjuk át. Egyre válaszol még ezzel kapcsolatban. Állítólag a nővéred egyszer azt mondta neked, hogy te egy dráma királynő vagy. Ezt nem emlékszem, igen, volt ilyen. Hát, én így tudom. Dráma queen. Hát lehet. Lehet. Igen. Hát csak az, hogy ez mennyire megalapozott. Ha ilyen jól lát téged, és ugye ő az Origó, akkor mi lehet ebből az igaz? Temperamentumos vagyok, tény. De ez ebből már nagyon sokat leadtam. Már szerintem annyira nem vagyok egy dráma királynő. Tényleg. Tényleg. Az mit jelent csak, ha valaki most hallja először ezt az utat, hogy kell elképzelni, hogy a te esetedben? Tehát az hisztizik, vagy szélsőséges? Nem hisztizik. És inkább az, hogy nagyon hamar, nagyon konkrétan, nagyon, nagyon konkrét véleményt tudtam formálni dolgokról. Kevés információ birtokában, ez az, amit már gimitől kezdve nekem szépen le kellett adnom. Ez. Akkor ebben lehet, hogy tévedett a nővéred, mégsem vagy. Nem tévedett, de ez nem most volt valószínű. Tehát, hogy volt, hogy ne, de meg hogy mindent a szívemre vettem nagyon. De valószínű ebből fakad, hogy úgy,
hogy bántva éreztem magam, önvédelmi mechanizmusból, nagyon sok mindenből fakadhatott az, hogy én mikor, miért reagáltam olyan intenzíven. De nyilván ez egy pajzs akart lenni, egy rossz típusú pajzs. Ezt felismertem. Azóta már rájöttem, hogy sokkal hatásosabb az, hogyha minden szempontból, hogyha egyen hátra lépek, és hogy mondjam, hagyom leülepedni a dolgokat, és csak utána reagálok. Azóta én kiegyensúlyozott vagyok, és nincsenek ilyen szélsőséges amplitúdók az életemben sem. Úgyhogy azt tudom mondani én is, mint Gábor az elején, hogy én jól vagyok, és nagyon, és békében vagyok magammal, kapcsolatban magamban. Tényleg. Hát akkor maradjon ez így, és a legjobbakat kívánom a két magával rendben lévő embernek, Dobos Evelinnek és Török Gábornak. Köszönöm, hogy láttunk. Köszönöm. Köszönjük.